Na, sziasztok srácok! Nagyon-nagyon-nagyon régóta nem volt videó, ennek a munkám volt az oka, viszont most. Mint látjátok, elég sok mindent beszereztem, nem csak erre a videóra, hanem amúgy is, úgyhogy álljunk is neki, mert olyan állatokat sikerült most vennem, amik még soha nem voltak a birtokomba. Tanulni fogom jó néhányukat, vagyis a tartásukat, úgyhogy izgalmas lesz. Na, akkor kezdjük is. Mindig is szerettem volna ezt a fajt megvenni. Madárpókokról van szó. Nem más, mint a Monocentropus balfuri. Őket lehet kommunálisan, tehát együtt tartani. Úgyhogy ez úgymondos kísérletemnek az első része az az, hogy miképp tudom őket együtt tartani. Ugye mivel egy tenyésztőtől vettem őket, valószínű, hogy testvérek, így nem nagyon fog gondot okozni az, hogy együtt tartsam őket. Most gyorsan megcsinálom nekik a helyet, és utána már is mutatom, hogy milyenek a pókok. Elsősorban a legfontosabb az, hogy nagyon-nagyon szeretnek hálót szőni, nagyon nagy hálókastét tudnak készíteni, ami nagyon-nagyon egyedi. Hoppá. Úgyhogy remélem, hogy itt is, ez egy átmeneti hely számukra, remélem, hogy itt is megtartják ezt a szokásukat, és egy nagyon szép kastély lesz, ameddig nem lesznek akkorák, hogy egy teljes üvegterráriumot kaphassanak. Remélem, mindegyik őjük meg fog maradni. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű, úgymond setup lesz. Néhány ágat fogok berakni nekik, amihez rögzíteni tudják a hálójukat, és reméljük a legjobbakat. Én is gyakran előfordul, hogy megeszik egymást. Legalábbis én néhány videósnál, meg néhány internetes oldalon, amikor utána néztem ezeknek, hogy pontosan mi is az igényük, akkor ott írták, hogy megeshet a kannibalizmus, hát remélem itt ez nem fog előfordulni. Én viszont rövid idő alatt el is vesztettem azt az ágat, amit be akartam nekik rakni, amikor konkrétan egy perc alatt sikerült ezt megcsinálnom. Itt pár, nem, itt is van. Hát lehet, hogy ezt benne se hagyom nekik, hanem... valami ilyesmi, és akkor ezt körbe tudják szőni. Egyelőre nem is fontos, ugyanis rövid időn belül, ahogy nőnek, saját nagyobb üvegterráriumot fognak kapni. Ez csak méretüknél fogva átmeneti hely. Megpróbálok egy olyat megmutatni nektek, aki már egy picit nagyobb bacska, és nem a tartályok tetején ül. Reméljük, hogy... Hopp, jó. Viszont mielőtt folytatnám... Igen, ezzel a pókfajtával ez az egyetlen egy probléma. De sikerült orvosolni a helyzetet. Bocsánat, ezt rárakom, mert eléggé fürgék. Nézzük a másodikat, hogy hogy viselkedik. Ő egész szépen behálózta magát. Ez tűnik közülük a legnagyobbnak. Nem biztos, hogy az, amit csinálok most annyira okos megoldás, hogy nem rakom bele, de szuper. 4-ből 2-ben van, és mindjárt látni fogjátok, hogy is már látjátok őket, hogy hogy néznek ki. Hoppá, elnézést, csak nem örülnék annak, ha esetleg valamelyik randalírozásba kezdene szabadlábon a lakásba. És mint látjátok, tehát alapvetően néhány pók ilyenkor már valószínűleg megtámadta volna a másikat, és nagyon jól el vannak egymás mellett. Igen, mint mondtam,
ők ilyenek, úgyhogy a következő rész az az, hogy nem nagyon fogom nektek, amíg nincs bent az összes mutogatni őket, mert ez így felér egy cirkuszi mutatvánnyal, amiből nem szeretnék bohócként teljes mértékig kijönni. Jó. Szuper. Ó, ez egy kisebb egyed. Itt, meg ami vicces lesz, hogy ez az egyed itt van fönt, és reményeim szerint nem az ujjamra, hogy hopp, 4-ből 3, ezt az egyet meg megpróbálom visszaimádkozni. 4-ből 4-et sikerült a helyére rakni. Nagyon-nagyon remélem, hogy rövid időn belül egy kastélyt fognak itt szőni, és tudok velük videózni, és meg tudom mutatni, hogy amúgy mennyire király állatok. Egy kicsit macerás őket egy A-ból B-be mozgatni, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy ez egy egész jól sikerült művelet volt. Úgyhogy a következőre át is ugye. Agyaggolyó. Erre, hogy ne keveredjen. Mondjuk fémháló jobb lenne, nekem ilyen csoda fekete hálom van otthon. Nem nagyon fogja meg, de legalább annyira külön választja majd a tőzeg és kókusz keveréket, hogy ne rohadjon be és szellőzzön. Ezen kívül nagyon fontos, ugyanis megtartja magát a párát. Most vettem észre, és amikor megvettem ezt a terráriumot, azzal nem nagyon számoltam, hogy mit fogok csinálni. Ez ennyivel lehetne így egy kicsivel nagyobb bacska, hogy több ajzatot tudjak nekik berakni, de megoldom. Ha jól tudom, és állítólag 4 hónapos egyedek, amit olvastam róluk, hogy 10-12 évig is elérnek, aminek én rettenetesen örülök, és nagyon-nagyon szeretném, bár ugye ez nem kívánságműsor, és lesz, ami lesz, hogy az arány az egy fiú, két lány legyen, de amennyiben nem így lesz, se fogok kétségbe esni. Elnézést kérek attól, aki ezt a terráriumot megcsinálta és megvette tőlem a nagyon szép, amit alkotott. Bocsi, hogy tönkreteszem egy kicsit, de hát nem tehetek mást, muszáj. Így. Láttam már szebbet is, szó se róla. A lámpát majd összeállítom nekik. Néhány igazítás, hogy tönkre tegyek mindent, amit eddig összeszenvedtem. Viszont nekem annyira innen előről nem tetszik.
Na, úgyhogy egyelőre a békáknak a felkínált hely az így néz ki. Engedjük be őket. Kíváncsi vagyok. És ha van kedvetek, láttam az nagy divat sok helyen, hogy adjatok, oppá, nekik nevet. Nem. Szöknek a békák. Jaj. Hopsz. És szerintem a három közül a legszebb. Őt is így. Hoppá, finoman a helyére tessékeltem. Mint látjátok, egyelőre ez a békáknak a helye. Minden biztosra állítom, hogy ez a közeljövőben át fog alakulni és profibb lesz, de most így, hogy hirtelen felindulásban megvettem őket, rögtönözve ez volt a leggyorsabb, amit tudtam csinálni. És gyorsan bezárom őket, ugyanis szöknek. Aminek nem örülök, nem á! Ezek direkt szivatnak. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot. Hát ez jó kör volt. Nem sokára találkozunk. Szevasztok!